Másnap kerékpárút felújítás a Karcagon, ballagásra készülve, Bereki nyár. Jó estét kívánok! Önök a nagymunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. április 29-én 18 óra 5 perckor. A Kádas György óvoda, általános iskola, szakiskola, karcagi tagozata második alkalommal rendezte meg a Másnap című rendezvényét a városi sportcsarnokban. A megjelenteket Szepesi Tibor polgármester köszöntötte. Egy olyan társadalmi közegek találkoznak egymással, akik nem feltétlen tudják egymást hova helyezni. Ugye mindenkinek más a napi rutinja, más a napi elfoglaltsága, más dolgok érdeklik, más körülmények közül jönnek, és más dolgokkal foglalkoznak a nap szinte minden percében. És ezeket az elfoglaltságokat, ezeket a másságokat fontos, hogy megismerje mindenki. Hiszen mindenki, ahogy szokták mondani, hogy te is más vagy, te sem vagy más. Tehát vannak olyan közös pontok, amelyeken keresztül el lehet egymás érzéseit, egymás napi programját, egymás gondolatait lesni és megfogadni. És ezek a napok mindenképpen erre szükségesek, hiszen lehet közösen játszani, lehet olyan színpadi élményeket szerezni közösen, lehet egymás mellett ülni, barátkozni, a 10 órait együtt elfogyasztani, ami egy picit közelebb hozza egymáshoz azt a korosztályt, akik a leginkább fogékonyak. És én ezért is örülök annak, hogy itt a sportcsarnokban, a város közepén, ahova minden iskola, minden intézmény, óvodások, civil szervezetek könnyen el tudnak jutni, és be tudnak mutatkozni egymásnak. Hiszen csak úgy van lehetőség arra, hogy megismerjék azt, hogy mit gondol a másik, és mit gondol arról egy olyan ember, akinek valami fajta fogyatékossága van. És ez a fogyatékosság, ez nem jelentheti azt, hogy ő hátrányt szenvedjen, és ezt a gyerekek teljesen jól tudják kompenzálni, és ha ők ebben nőnek föl, akkor ez számukra természetes lesz. Ez a gyógypedagógusoknak, szociális munkásoknak, civil szervezeteknek a legfontosabb feladata, hogy minden fiatalban megtalálják azt a tehetséget, azt a pontot, amelyben ő ki tud bontakozni. És ha ez megvan, akkor olyan sikerélményhez lehet juttatni, amely számára egyfajta közösségi elfogadást is tud biztosítani. És ez egy nagyon nehéz munka, egy nagyon fárasztó munka, úgyhogy le a kalappal azok előtt, akik ebben tevékenykednek. A rendezvényen a különleges bánásmódot igénylő és az általánosan fejlődő tanulók, fiatalok együtt töltenek el egy napot, közös élményeket átélve. Ezek a foglalatosságok, elfoglaltságok mind-mind kiugrási pontot jelenthetnek, egy olyan elfoglaltságot, amelyet a nap minden pontjában űzhetnek. Nem feltétlenül kellenek hozzá napközi otthoni segítők, hanem otthon, szülők jelenlétében, barátokkal, nehogy is egy olyan közösségben is tudják végezni, amely számukra egy idő után megszokottá válik. És ez a fontos, hogy a napi rendek folyamatosak legyenek, hogy tudják azt, hogy miután mi következik, és akkor sokkal könnyebb az ő életük is. Valóban ilyen nehéz munkát végeznek az Énóban, ilyen nehéz munkát végeznek a Gólyafészek gyermekotthonban, a Kádas egymiben, és én azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges az, hogy egy ilyen nap keretében is el legyen ismerve az ő munkájuk. Tatár Jánosné intézményvezető mutatta a társadalmi érzékenyítő rendezvényüket, amely a fogyatékos gyermekek elfogadásáról, értékeik bemutatásáról szól. Hogy minden gyermeknél, minden tanulónál találjuk meg azt az utat, amely képességei fejlődése szempontjából a legmegfelelőbb, leghatékonyabb. Ha pozitív tulajdonságokra, képességekre építünk, a fejleszthető képességeket pedig megerősítjük, a gyermek sikerélményhez jut, és jól érzi magát. Olyan támogató környezetet kell kialakítanunk, amelyben nem érzi magát soha vesztesnek és sajnálatra méltónak. A Másnap program célja a szemléletváltás, a fogyatékos, sérült gyermek elfogadása, befogadása és a társadalmi érzékenyítés.
A program célja olyan tevékenységek, produkciók bemutatása, amely által meggyőződhet minden érdeklődő arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, a fogyatékossággal élő embereknek is vannak olyan képességeik, készségeik, mely által értékessé, egyedivé válhatnak. A társadalom számára szeretnénk elfogadtatni azokat a tanulókat, most azért beszélek arról, hogy tehát nálunk ebbe az intézményben vannak olyan tanulók, akik tanulási nehézséggel, bizonyos típusú fogyatékosságokkal bírnak, és szeretnénk, hogyha a társadalom ezeket a gyerekeket ugyanolyan értékű emberként fogadná be, ahogy azt megérdemlik. Nagyon értékes gyermekek, és ennek keretében egy pályázati forrásból sikerült immár második alkalommal ebben a tanévben, először az előző ősszel, illetve most másodjára megrendezni ezt az eseményt, és úgy néz ki, hogy van érdeklődés iránta, és azok a más intézmények is a mi tanulóinkat örömmel fogadják, befogadják. Rendezvényükkel szeretnék városaink szemléletformálásához és a fogyatékos gyermekek társadalmi integrációjához hozzájárulni, hangzott el. Tehát itt a különböző programok között szerepel ez is, hogy akár az akadálymentesség, akár a látással való fogyatékosság. Tehát ezeket én úgy gondolom, hogy a hétköznapi életben az emberek többsége bele se tudja képzelni magát, hogy milyen akadályokkal küzdenek ezek a gyermekek, és biztos vagyok benne, hogy aki itt ezt meglátja, megtapasztalja, az elkövetkezendőkben még egy fokkal érzékenyebben fog ezen emberekkel kapcsolatban ezekhez az emberekhez viszonyulni, és én nagyon remélem, hogy egyébként a mai társadalom fogékony erre, és jó példával szeretnénk szolgálni ezen bemutatókkal, ezen eseményekkel, ezen rendezvényekkel. A megnyitó után a Kádas és a KIAMI Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola diákjai adtak műsort. A nap során lehetőség volt kerekesszékes közlekedést kipróbálni, és különböző játékokkal a hallás és a látássérültek mindennapjainak nehézségeit is kipróbálhatták az általános iskolások és óvodások, miközben a színpadon fogyatékos csoportok léptek fel. Nagy sikert aratott a segítőkutyások bemutatója is. F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője arról nyilatkozott, hogyan halad a kisújszállási úti kerékpárút felújítása. Ahogyan a képviselő elmondta, több beruházás is folyamatban van a Kisföldek közti városrészen. A projektek közül kiemelkedik a Kiskulcsosi Általános Iskola területén készülő kézilabdapálya, a Sajó utcai járdaépítés, valamint a kisújszállási úti kerékpárút felújítása. Polgármester úrral, Szepesi Tiborral kicsit körbejártuk itt ez a kisföldeki városrésznek a beruházásait, hiszen kézilabdapálya épül a Sajó utcán a járda, és ez a kisújszállási kerékpárút felújítása és építése is folyamatban van. Én minden nap, hiszen ezen a környéken lakom, minden nap látom, hogy hogy épül a kerékpárút. Nagyon örülök neki, mert szegélyköves lesz ez a kerékpárút, ami azt jelenti, hogy sokkal tovább fogja bírni a terhelést, és hát nagyon ráfért arra, hogy ez a felújítás megtörténjen, hiszen nagyon sokan mennek kerékpárral a kutatóintézetbe, a SIM helyére, és a kisföldek közül akár az én fiam is kerékpárral az iskolába. Nagyon jó, hogy megújul ez a kerékpárút, és látom, hogy jó ütemben halad, jó minőségben, hiszen minden nap láthatjuk, hogy dolgoznak itt az emberek. Idén sem maradhat el az országosan is egyedülálló végzős diákok gépes felvonulása. Köszöntöm nézőnket, Gyökeres Sándorral, a Szent Anna és Sámuel Református Középiskola igazgatójával beszélgettünk néhány nappal a ballagás előtt. Azt gondolom, hogy mindenkinek jó hír, hogy hagyományos módon tudnak elballagni a végzősök. Hogyan készülnek erre? Hát valóban hagyományos módon készülünk. Az elmúlt évben már tudtak a tanulóink ballagni a hagyományos rendszer szerint, bár voltak elemek, amiket nem valósítottunk meg, de ebben az évben már valóban teljes értékű ballagást tudunk csinálni. Április 30-án lesz, szombaton a megszokottak szerint. A szervezési folyamat elindult, a tanulóink nagyon készülnek, még olyanok is vannak, akik az elmúlt évben években ballagtak volna, de akkor nem sikerült, és most becsatlakoznak majd a menetbe. Tehát a gépes menet akkor 8 órakor innen elindul, és a szokásos útvonalon mennek? Így van, a szokásos útvonalon megkértük az útvonalengedélyeket a megfelelő hatóságoktól, és hát mindenben
úgy fog megvalósulni, ahogy szokott. Itt az aulában még nincs fű, de akkor gondolom, hogy ez is ugyanúgy lesz, hogy a 11-esek is nagyon készülnek a végzősök ballagására. Előző nap azért, mert gondolom, hogy itt nagy lesz a vizsgés a termekben és a folyosón. Így van, a hagyományok szerint megtörténik ez a fűvel borítása a régi tanépületünk folyosóinak, és teremdíszítéseken is dolgoznak az osztályok. Megkezdődik majd a forgalomirányítás a szokásos rendben. Illetve hát most hintókkal nem, de gépekkel vonulni fognak a tanulóink. Hány végzős van most a Szent Annaiban? 82 fő van, a technikusokkal együtt ők annyian fognak oklevelet szerezni, illetve végezni. És hát gondolom, hogy utána pedig elindul az érettségi, ami azért a felkészítő pedagógusoknak is egyfajta megmérettetés. Így van, hát az is a hagyományoknak megfelelően kezdődik majd. Illetve most a kompetenciamérés is egy olyan újdonság lesz, amit az eddigi előző években nem így csináltunk. Hát itt számítógépek segítségével elektronikus úton történik. Az iskolának rendelkezésére áll megfelelő számú számítógép, illetve megfelelő munkaállomás ahhoz, hogy ezt a tizedikes tanulók megmérettetésében használni tudja. Hogyan látja, mennyire tudtak felkészülni a diákjaik az érettségire? Tehát ebben az évben azért könnyebb volt a felkészülés, hiszen nem volt online oktatás. Ez érezhető a tudásukon is? Hát én úgy gondolom, hogy nem lesz ezzel most probléma. Sikeresen fölkészültek a tanulóink, azzal együtt persze, hogy a két év online oktatás az hát bizonyos hátrányokat jelentett, de én úgy gondolom, nagy részét sikerült ledolgozni, illetve behozni a tanulóinknak. Szerencsére a pandémia ellenére növekedett a forgalom a Bereki strandon. A 2019-es évvel bezárólag már nagyon jól teljesített a fürdő, és maga a vendégforgalom igen magas volt. Jelenleg a visszaépítkezés időszaka zajlik. A tavalyi évben csak nappali programok valósultak meg. Éjszakai rendezvények várhatóan erre az évre sem lesznek, kivéve utcabálok, de a fürdőn belül egyelőre csak nappali programok vannak tervben. Az idei szezonra már felkészültünk, a karbantartási munkálatok is folyamatosan zajlanak. Virágültetés, medence karbantartás, csempézés történt legnagyobb részben. Örülünk, hogy ránk tört a jó idő, azonban az, hogy ilyen gyorsan történt, a karbantartási munkálatok felgyorsítását kívánta. A terv szerint az összes medence üzemelni fog, az árak várhatóan maradnak, a tavalyi szezonban megszokottak. Egyelőre törvényileg szabályzott, de a megnövekedett energiaárok miatt július 1-től előfordulhat drágulás. A kempingben az általános karbantartáson felül teljes felújítás a tavalyi évben 10, az idén 2 faház. 2021-ben gyógyhely lett a Berekfürdői gyógy- és strandfürdő területe, ezért strandolni és gyógyulni vágyókat egyaránt nagy szeretettel várunk, mondta televíziónknak Hosszú András, a Bereki gyógyfürdő vezetője. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!